tavaszi vadvirágok egyike a tarkasáfrány, sok helyen kidugta apró virágait a Dunatisza közi erdőfoltok, tölgyesek peremén. A néphiedelem szerint, amikor a sáfrány előbújik, akkor végleg visszavonul. Tarkasáfrány, közismertebb nevén a krókusz, apró, alig 10 cm-es, törékeny virágai fehér és lilás színváltozatokban jelentkeznek, hosszanti, ibolyás vagy barnás csíkokkal a szirmokon. A humuszos, homokos gyepeken és tölgyesek peremén néha tömeges virágmezőt alkot. Régebben illatáért és zamatáért gyűjtötték szirmait és a virágbibéjét, sőt, ruhafestésre is használták kivonatát. Ma már mindegyik vadon élő sáfrány védelem alatt áll, 10 000 forint természetvédelmi értékkel. Gyűjtésük, szedésük tiltott. Legszebb állományai Kecskemét közelében a Nyárlőrinci erdőben maradtak meg, de kisebb sáfránymezők Kiskunhalas és a déli határszél térségében is találhatók. Ezek pontos felmérését és a virágok számbavételét március végén végzi a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberek segítségével.